Kiosztották az idei díjakat a Székelyudvarhelyi Sportgálán. A polgármesteri hivatal és a Székelyudvarhelyi Sportért Alapítvány által harmadik alkalommal megszervezett eseményen ezúttal is elismerésben részesítették azokat, akik valamilyen sportágban hírnevet szereztek a városnak, eredményeket értek el a sport népszerűsítésében. A teltház előtt zajlott ünnepségen Bunta Levente Székelyudvarhely polgármestere egy Mohamed Alitól, a híres amerikai ökölvívótól származó idézettel köszöntötte a jelenlévőket. A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálkoznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. Én úgy gondolom, hogy itt, akik a teremben vannak, azok tudják a legjobban, hogy a lehetetlen nem létezik. Tudom, hogy mennyit kell küzdeni azért, hogy egy-egy érem legyen belőle, mennyi munka van mögötte. Én köszönöm a város nevébe, mindenkinek jó egészséget kívánok, és további sikereket. A város támogatni fog benneteket. Az ünnepségen 55 díjat nyújtottak át. Székelyudvarhelyi sportjáért díjjal jutalmaztak több sportcsapatot, köztük az SKC-t, a Székelyudvarhelyi SK-t, a női foci csapatot, több asztali tenisz csapatot és a birkozó csapat is számos díjat zsebelt be. Bár fajsúlyosabb elismerésben már mindannyian részesültek, a várostól kapott köszönet, visszajelzés mindenki számára igen jól esett. Én azt gondolom, a Székelyudvarhelyi KC szempontjából mindenféleképpen az egy dicséretes, hogy felnőtt csapatot is díjazták, de ugyanakkor az utánpótlás, illetve az öreg fiúk csapat is díjat kapott, ami azt jelenti, hogy a klubunk a jelen, múlt és a jövőre is gondol, és mindenféleképpen fontos, hogy a város vezetése ezt méltatja. Nagyon örvendünk, mint birkozók, hogy polgármester és a város ránk is gondoltál, sportolókra, birkozókra. Az ismerősök előtt, a város előtt ismét egy elismerés, hogy nem csak az újságban, hanem tényleg test közelben, élőben átvehetjük ezeket a díjakat. A sportolók ugyanakkor nem csak csapatban, hanem egyéni versenyszámokban is igen szépen teljesítettek. Most ezekért az eredményekért mondott köszönetet a város. I. és Ferenc kézilabdázó nem tudott jelen lenni az eseményen, így videó üzenetben köszönte meg az elismerést, melyet édesanyja, Miklós Magda, a szintén igen nagy nevű egykori kézilabdázó vett át. Könnyet csalt a szemembere, nagyon büszke vagyok rá, és remélem, hogy még sok sikert fog elérni. Egy-egy kézilabda vagy labdarúgó mérkőzés már elképzelhetetlen a szurkoló táborok biztatása nélkül, így ők sem maradtak ki a díjözömből, és idén első ízben Székelyudvarhely legnépszerűbb testnevelés tanárát is jutalomban részesítették. A díjat Libik Győző, a Tompa László Általános Iskola és a Marin Préda Líceum pedagógusa vehette át. Elismerésben részesítették ugyanakkor azokat az udvarhelyi szabadidő központokat, amelyeknek jelentős szerepük van a város sportéletének működésében, és a sportot népszerűsítő, a sporteseményekről rendre tájékoztató újságírókat is. Külön öröm számunkra, hogy Székelyudvarhely sportjáért díjjal gazdagodott Szász Csaba, a Sztár Rádió műsorvezetője is. A gála történetében első alkalommal egy posztumusz elismerést is kiosztottak, ezzel a helyi jégkorongozás megalapítóját, Török Ernőt jutalmazták. Az ünnepségen a díjakat Bunta Levente polgármester, a Székelyudvarhelyi Sportért Alapítvány elnöke, Miklós Magda, 187-szeres román válogatott kézilabdázó, Lőrinc Géza, a Városi Sportcsarnok egykori igazgatója, Bakó Lajos, a sportiskola igazgatója, valamint Tamás Zoltán, a Hargita megyei labdarúgó egyesület elnöke adta át.